Vagy megszállítom, vagy csinálok egy ragút belőle, de úgyis itt a róka. A róka a legjobb, az a helyzet, mert sose kukacosodik, ugye? Május közepén indulnak növekedésnek a gombák. A szezon október végéig, november elejéig is eltarthat. Mindenhol képes megteremni számtalan fajta, ahol van elég nedvesség és a fák lombozata elegendő árnyékot biztosít. Négy fajta vargánya van. Van a nyári, van a bronzos. A bronzosnak más a kalapszíne. Van az ízletes és van a vörös-barna. A vargánya az ókori rómaiak legfontosabb étkezési gombája volt. Mára már nem ez számít a legnépszerűbbnek, hiszen a csiperke gombából fogy a legtöbb. A magyar vásárlók jellemzően piacokon, boltokban szerzik be. Természetesen nagyon odafigyelünk, mert szükségünk van az egészségünk védelmére. És nem, tehát önmagunktól nem merünk szedni, mert nem ismerjük, de a piacon a bevizsgált gombákat szívesen vásároljuk. Szerencsére ma már elég ritkák a halált okozó gombamérgezések. Az összes ilyen haláleset 80%-át a gyilkos galócák okozzák. Ugyanakkor a gombamérgezések többsége nem végződik halállal, legtöbb esetben gyomorpanaszokkal, ritkábban hányással átvészelhető a mérgezés. Ha valaki nem kereskedőtől vásárolja, hanem az erdőszélen szedi a gombát, mindenképpen vizsgáltassa meg szakértővel. A vargányák egymással összekeverhető, összevetéveszthetőek. Ezen kívül, amire még figyelnünk kell, az az epeízű tinórú. Nem mérgező, de annyira keserű, ahogy a neve is mutatja, hogy azt nem felejti el az ember, hogyha egyszer megkóstolja. A különbség a vargányák és az epeízű tinórú között az, hogy az epeízű tinórúnak rózsaszínű a termő rétege időskorában, és teljesen más a hálózat a tönkön. Hogyha nem ismerünk fel egy gombát, akkor egy darabot elég leszedni és elvinni egy gombaszakellenőrhöz. Minden egyes piacon, ahol gombaárusítás van, ott kötelező törvény szerint, előírás szerint gombaszakellenőrnek lennie. A gombaár a szezonon belül is nagyot tud változni. Ha sokáig nem esik eső és nagy a meleg, a gombaára fölfelé megy. Ilyenkor nem ritka, hogy 14 000 forintot is eléri a vargánya vagy a rókagomba kilónkénti ára. Ha hűvös, csapadékos az idő, akkor nagyobb a termés, ennek megfelelően az ár is alacsonyabb. A kilóár azért olyan 1800 forintos kilóáron van körülbelül, nyilván ebben is vannak kisebb, nagyobb méretű gombák, más az ár, illetve a minőségben is, hogy mennyire frissek, ott is eltérőek az árak. Nálunk nem csak friss gomba van, hanem szárított gombák, amiben egész évben ki tudjuk szolgálni a vevőket, és abból mindenféle. A róka gombától kezdve a szegfű gombáig, a vargányától, a kucsma gombáig mindenféle szárított gombánk van. A gombák szent grája továbbra is a szarvas gomba. Ennek legfőbb magyarországi termőterülete Baranya. Méretétől és minőségétől függően kilónkénti ára 30 000 forinttól 900 000 forintig terjed, annyira keresett és értékes.